vezető felé újra figyelmeztetem mindenkit, hogy még ne szálljon ki. Már többen mondták, de azért emlékeztetek egy Péterre, aki kiszállt a csónakból. Hadd mondjam, hogy igaza volt. Mert arra jött rá, hogy Jézus nincs ott a csónakban, hanem máshol van. Nekünk sokszor észre kell venni, hogy Jézus nem ott van, ahol mi gondoljuk. Ahol szeretnénk őt fogva tartani a kis csónakjainkban, gyülekezeteinkben, templomainkban, egyházainkban, tradícióinkban, liturgiánkban, hanem ő szuverén, szabad úr, és ott van, ahol lenni kell, sokszor a viharos tengeren, vagy kint a utcákon, tereken, és nekünk meg kell tanulnunk bizony kilépni bizonyos értelemben a mi biztonságosnak vélt, önző, zárt kis közösségeinkből is világosból. Azt hiszem, hogy erre is segít minket ez a Reménységfesztivál, hogy kijöjjünk a templomok hajóiból, a gyülekezetek csónakjából, és hát elinduljunk egy sportarénában. Egy kicsit érdemes ízelgetni ezt a szót, hogy sportaréna, sőt Pap László, aki ugye tudjuk miről híres, hát akkor hát a ütött, hogy kevesen maradtak állva. Na most a kereszténység azért nem küzdő sport, a szónak abban az értelmében, hogy a cél a másik kiütése. És én nagyon-nagyon remélem, hogy jól értjük talán azt az üzenetet, ami a helyszínben is ott rejlik, hogy igen, jó, ami most a következő 7-8-9 hónap, nem tudom mennyi van, de elég tisztességes idő van még, abban versenyhetünk egymással, hogy ki tud több ember mozgósítani, megszólítani, szolgálatba állítani, de a cél nem az, hogy egymást leszorítsuk valamiképpen a futópályáról, hanem Jézus egy csapatjátékra hívta el az övéit, és küldte ki azt az első 11-et. Én szeretném tehát, hogyha a sportaréna képe is valahogy arra tanítana minket, hogy igen, versenypályán vagyunk, de a cél nem a másik leszorítása, hanem a cél valóban az összjáték, és erre próbálnak minket segíteni amerikai testvérek. Annyiszor megköszönték, hogy együttműködik, hogy kezdem elén, hogy tényleg tudunk együttműködni. Ez azért megyünk őszintén inkább reménység és inkább imadvédelem. Most, hogy én nagyon kérek mindenkit, ha majd kiszállunk, még nem most, de hamarosan a szilárd talajra, akkor vegyük komolyan, hogy nem azért vagyunk itt Magyarországon ilyen sokszínű keresztény csapatként, hogy egymás ellen küzdjünk, hanem azokért imádkozunk, és azokért küzdünk, akik valóban még nem hallották meg az evangéliumot. Azért imádkozunk, hogy az a három nap valóban sokat számára lehessen az a bizonyos nap, amiről előbb hallottuk a bizonyságtételt, amikor tisztű szabadító üzenete eléri őket. Talán a mi segítségünkkel is esetleg imádkozunk. Úrunk, köszönjük, hogy Te vagy a győztes Úr, és ezért nem nekünk kell másokat legyőzni, még másokat meggyőzni se küldetésünk, csupán elmondani azt, amit tőled tudunk, amit rólad tudunk, amit Te bíztál ránk. Te vagy a győztes Úr, akinek a csapatában játszani a legnagyobb öröm, és a legnagyobb reménység, hogy nem hiába hívtál el minket, hanem föl tudsz használni. Így köszönjük neked azt a csapatot, amit formálsz, akiket adsz nekünk, akik a tengeren túlról jöttek közénk, hogy segítsenek nekünk megtanulni az összjátékot, és segíts, hogy mi is meglássuk egymásban a csapattársat, a játékos társat, és együtt tudjunk fölnézni rád, a csapatkapitányra, aki hiszük, hogy a te ügyedet győzelemre tudod vinni ebben az országban is. Ez a mi közös reménységünk, amit szeretnénk minél többeknek megvallani. Erre segítsünk őket, szent lelked erejével. Amen.